Ezek a felvételek pár éve készültek, de az elmúlt 20 évben bármikor készülhettek volna, hisz Alsólyos már legalább ennyi ideje vesz részt a kihívás napján. A versenynek célja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz, ezért támogatják olimpikonjaink, sportkiválóságaink is személyes részvételükkel ezt az országos eseményt. A versengés eldöntéséhez 0 órától este 9 óráig folyamatosan számolták, hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül. Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy az egész települést próbáljuk megmozgatni. Ezzel azt értem, hogy az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenkit próbálunk megmozgatni. A nyugdíjasoknak séta volt, itt pedig azt láthatjuk, ahogy a gyerekek bicikliztek, majd íjászkodtak, de a képek tanúsága szerint akár még lóra is pattanhattak. De aki pingpongozni akart, az is megtehette azt. Itt pedig a művelődési ház spinning csapata tekert. De ha valaki azt gondolná, hogy a hivatal munkatársai nem vették ki a részüket a mozgásból, az téved. A képeken jól látható, amint közös tornázást tartanak az udvaron. Idén nagy szerencsénk volt, hiszen itt szervezték, itt rendezték a megyei strandkézilabda bajnokságot, ami azt jelenti, hogy az U12-es csapatok itt játszottak, az U14, 16 és 18-as csapatok is. Ez nyilván azért a létszámot megnövelte, és valószínű, hogy ennek is köszönhetjük azt, hogy idén a harmadik kategóriába, ami 1500 és 2900 fős települések között van, Alsós megnyerte ezt a nagyon szép kupát. El kell mondjam még, hogy Nagy Veronika és Aranyos Ildikó, akik segítettek nekem itt a sportrendezvények lebonyolításába, és egy öreg, jó hangulat öreg fiúk labdarúgó focival zárult a kihívásnapi program. Idén tehát Alsós diadalmaskodott, megelőzve a Békés megyei Bucsa községet és a Bács-Kiskun megyei Szank települést. Az óvoda, az iskola, nyugdíjas klub, szóval szinte mindenki az első hívásra kivette a részét a versenyből, erre építve, ha az első helyet már überelni nem is lehet, de a folytatás biztosítva van. Ezt erősítette meg a díjátadón Cene Attila is, aki a szervezők nevében adta át a díjat és méltatta a rendezvény sikerét. Úgy látják, hogy igen, ennek a megmozdulásnak nagyon nagy ereje van, nagyon nagy létszámot tudnak mozgatni, és hogyha egyszer már ugye eljött valaki és mozgott ezen a napon, akkor úgy fogja érezni, hogy igen, jövő alkalommal, jövő évben is el kell jönni, részt kell venni, és azt szeretnék ők is, és mi is természetesen, hogyha nem csak egy alkalommal lenne egy ilyen egész napos sportrendezvény, azon leszünk, azon dolgozunk, hogy esetleg egy másik alkalmat is keresünk majd, ami mondjuk hétvégén lesz, és akkor még több ember ráér esetleg erre a rendezvényre eljönni. De a vízen is megállták a helyüket az alsóösiek. A Baharc szervezésében megtartott nemzeti regatta idei futamán mindenkit maguk mögé utasítottak, és elsőként szelték át a célvonalat. Egy hétfős csapattal indultak a versenynek, többnyire alsóösi versenyzők, és három futamot is megnyertek, és nagy örömünkre így az egész regattán való részvételben aranyérmet sikerült elhozni, ami nem csak erkölcsileg, hanem nyilván anyagilag is sokat jelent, hiszen itt a menedzselésre, egyéb díjazásoknál 800.000 forint pénzösszeget is kaptunk. Tehát ez mindenképpen egy nagy öröm és egy nagy dicsőség, hogy sikerült első helyet elérni. És persze az sem elhanyagolandó, hogy a hajózási cég zászlós hajóját, amit egy évig a nyertes településről neveznek el, jövőre Alsóösnek fogják hívni. De haladjunk tovább a sportok területén. 10 éve működik az Endrődi Sándor Református Általános Iskola keretén belül a kézilabda utánpótlás központ. Az elmúlt években megyei, országos és nemzetközi versenyeken a tehetséges fiatalok tovább öregbítették Alsóörs hírnevét. Valóban egy jól működő rendszert sikerült kiépíteni. Annak idején Hidasi Ferenc, Ipták Gyula, Mészáros Károly és jól magam vettünk részt itt a szakmai munkába,
és úgy látom, úgy érzem, hogy bizony a sok munka azért meghozta a gyümölcsét, hiszen ugye mindig elmondjuk és büszkék vagyunk arra, hogy az innét kikerülő játékosok közül 16-16 játékos lehetőséget kapott a Veszprémbe és különböző NB1-es csapatoknál is. Tehát ez nagyon fontos számunkra, hogy a jó munka folyjon itt Alsősön, hiszen egy napi 3 alkalommal dolgozunk, 3 alkalommal edzünk. És most idén Idesi Ferenc kollégánk nyugdíjba ment, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy kivonul ebből a központból, tehát továbbra is szeretnénk igényt tartani a szakmai tudására, segítségére, a játékosok idehozatalába, tehát nagyon sok feladatot szeretnénk továbbra is rábízni, hiszen ő neki, mint vezetőnek óriási szerepe volt abból, hogy tényleg ilyen nagyon szép sikereket értünk el, és a továbbiakban is természetesen számítunk rá. Melyette egy fiatal edző érkezik Balatonfélre hozzánk, Brand Tamás, akit már tavaly megkértünk, hogy a női és a férfi helyi csapatot irányítsa, a kézilabda csapatot, és szívesen vállalta azt, hogy egy utánpótlás központba is besegít, átjön hozzánk, és az ő 14-es korosztályt fogja vinni. Bízom abban, hogy a lelkesedése ugyanolyan jó lesz, a szakmai tudása, még hogyha fiatalabb is, reméljük, hogy egy új lendületet ad a társaságnak, és szeretnénk továbbra is szép eredményeket elérni az utánpótlás központtal. A sportos település címet tehát méltán kapcsolhatjuk Alsőrs nevéhez. Az elmúlt 10 évben több tornán is eredményesen szerepeltek az alsőrsi kézilabdázók, de a futsalban, az atlétikában is számos serleget hoztak haza. És mint a kihívás napján látott összefogás és megmozdulás jelzi, a falu apraja és nagyja szívén viseli a mozgás fontosságát.